Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a képernyők előtt. Egy kicsit csendesebb évet zártunk, mint a 2015-ös év, de ebben az időben is nagyon sok munkánk volt. Az önkormányzatnak leginkább pályázatok előkészítésével telt az ideje, amelyeknek reméljük, hogy a jövőben lesz nagy-nagy eredménye, és egy nagy mértékű felújítás és szépítés veheti kezdetét majd 2017-ben. Azért arra is jó volt ez az év, hogy megbizonyítsuk saját magunknak is, hogy önerőből, összefogással nagyon sok mindenre vagyunk képesek. Volt, aki azzal járult hozzá a város szépítéséhez, hogy egy-egy eldobott szemetet felszedett, de volt, aki mondjuk 6,5 km út vagy járda megépítésével járult hozzá a város szépítéséhez, vagy éppen egy vállalkozó, aki a csoki gyárként ismert épületet felújította. Talán a legszembetűnőbb jó példa volt a Szabadság emlékműnek az elkészítése, ahol az egyszerű közmunkás együtt tudott dolgozni a Ferenczy Díjas keramikus művésszel, és aztán az eredmény egy olyan térnek a kialakulása lett, amely mindnyájunknak a szívét megmelengeti, és mindnyájunkat remélem el is gondolkodtat 56 hőseiről. A legnagyobb sikernek mégis azt tartom, hogy egyre kevesebben legyintenek lemondóan Ercsire. A vendégek, akik ide látogatnak, vagy éppen családtagok, akikkel körbejárjuk a várost, elismerő szavakkal, vagy elismerő pillantásokkal nyugtázzák azt, hogy a város elindult a fejlődés irányába. De leginkább mégis az esik jól, amikor a hazaiakban látom azt az egészséges Ercsi büszkeséget éledezni, ami ezt a várost előre viheti. Amikor a fásultságot, a tehetetlenséget felváltja az a tetrekészség, az a tenni akarás, ami végül az első, aztán a második lépés megtételére is segíti azokat, akik így gondolkodnak. Úgy gondolom, hogy valami reménykeltőt láthat a városban az a cégvezető, aki minden kérés nélkül anyagi támogatását ajánlja föl, hogy a városban végzett munka a gyermekek között egyre magasabb színvonalon folyhasson. De az is elgondolkodtató és szívet melengető, ahogy a Dunakavics Kft. Lelkes kertépítői büszkén mutogatják azokat az elültetett petúniákat, amelyeket ők nevelgettek a saját kezükkel. De említhetném még azt a hivatali dolgozót, aki a tőle elvárható szakmai tudás mellé még egy mosolyt is oda tesz, hogy az ügyfél ne csak az ügyeit intézhesse, hanem jó érzéssel távozhasson a hivatalból. Vagy azt a pedagógust, aki minden reggel odaáll a diákok elé azzal a reménységgel, hogy igenis valamit építhet Ercsi jövőjén is. Szerintem mindnyáján tisztában vagyunk mindezek mellett a saját korlátainkkal is, hiszen ismerjük a körülményeinket, és ezekre a korlátokra felhívják a figyelmet azok a cinikus kritikusok is, akik megszólítanak bennünket. De úgy gondolom, hogy mindezek ismeretében nem szabad legyintenünk magunkra, vagy nem szabad legyintenünk leginkább a kis városunkra, hanem alázattal kell a jövőbe tekintenünk, alázattal kell egymásra tekintenünk, és alázatra kell az égre tekintenünk. Ez az alázat az, ami közelebb visz bennünket egymáshoz, és ami arra segít bennünket, hogy, ahogy Márai írja, együtt tekintsünk fel az égre. Hajolj meg, ember, mélyen. Mélyen, mert húsból és vérből vagy, mert tested van. Aztán egyenesedj fel, magasra, egészen magasra, mert tested van, melyet Isten saját képére alkotott. Gondolkozzál, emlékezzél, hajolj a földig, egyenesedj az égig. Boldog új évet kívánok Ercsi minden polgárának!